Sziasztok, ez itt a Színházi Szakmák sorozatunk. Itt van velem Márk, akit már jól ismertek. Nézzük, mit rejt a kalap. Húzz egyet. Na nézzük. Ó, de vagány, díszlettervező. Ez jó. Ne felejtsd el, hogy másfél perc áll a rendelkezésre. Elkészültél? Mehetünk, szerintem igen. Akkor óra indul. A díszlettervező. Egy előadás létrejötte alatt a rendező egyik legfőbb munkatársa, egy nagyon fontos alappillére az alkotói folyamatnak. Az ő feladata az, hogy egy varázslatos díszletet varázsoljon a színpadra. Ezek lehetnek bútorok, lehetnek egy komplett városrészek, akár egy park, akár egy tengerpart, de vannak olyan darab felfogások, vagy olyan rendezői kérések, amikor a díszlettervező pont, hogy inkább silányabb díszlettel dolgozik, vagy éppen egészen elhanyagolják a díszletet. Nagyon fontosnak tartok megemlíteni egy nevet. Volt egy úriember, úgy hívták, hogy Oláh Gusztáv. Ő a Magyar Állami Operaháznak volt egykori főrendezője és díszlettervezője. És azért tartom fontosnak őt megemlíteni, mert európai hírnevű volt magyar ember létére, és elképesztően csodálatos és hatalmas, gigantikus díszleteket tervezett mindig. Egyébként szerintem a színészi játékban is nagyon sokat segít az, hogyha van egy csodálatos díszlet a háttérben, hiszen a színészben is teremtődik egy olyan hangulat, vagy egy olyan érzés, ami segíti a játékot. Gregor József mondta egyszer, a híres operaénekes, hogy csodálatos díszletben muszáj jól játszani és jól énekelni. Köszönjük, hogy bemutattad ezt a szakmát. Tartsatok velünk továbbra, és sziasztok! Sziasztok!